Megalakult Hajdú-Bihar vármegye önkormányzatának új összetételű közgyűlése. A 24 tagú testület egyhangú döntéssel ismét Pajna Zoltánt választotta elnökévé. Az alakuló ülésen Navracsics Tibor miniszter partnerséget ajánlott a vármegye fejlesztése érdekében, és elmondta, hogy jövőre Hajdú-Bihar csak nem 4 milliárd forint területfejlesztési forrásra számíthat az új versenyképes járások programban. A vármegyei önkormányzat közgyűlésének alakuló ülésén képviselői esküdtett a testület június 9-én megválasztott 24 tagja. A Fidesz-KDNP 15, a Mi Hazánk 4, a Momentum 3 és a DK 2 képviselője. Az ünnepi ülésen Navracsics Tibor mondott köszöntőt. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter térségi szemléletet és együttműködést szorgalmazott, valamint partnerséget ajánlott Hajdú-Bihar fejlesztése érdekében. Ezt szolgálja a versenyképes járások program is, ami az iparűzési adó többletét pályázaton osztaná szét járások között, egyenként legalább 250 millió forintot szükség esetén költségvetési forrásból kiegészítve. A jövő évben 65 milliárd forint keretösszeggel a járások számára biztosít fejlesztési lehetőséget, és amelyből egyébként közel 4 milliárd forintnyi összeg jut ide Hajdú-Bihar vármegyére és az itteni járásokra is, amelyből másfél milliárd forint a debreceni járásra, közel 300 millió forint a hajdú-szoboszlói járásra jut majd. A vármegyei közgyűlés tagjai titkos szavazáson egyhangú döntéssel újra a testület elnökévé választották Pajna Zoltánt. Ő az elmúlt évtizedre visszatekintve 4 szóval jellemezte Hajdú-Bihart. Identitás, biztonság, innováció, növekedés. Azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedek legjelentősebb fejlesztéseit sikerült végigvinnünk Hajdú-Bihar vármegyében. Az utóbbi 10 évben 2,5-szeresére nőtt a vármegye gazdasági növekedése, a GDP-je. 2010-hez képest több mint 55 ezer ember fővel több dolgozik a vármegyében. És ha számokat nézzük, akkor a foglalkoztatási ráta 50,2%-ról 72%-ra nőtt. A vármegyei közgyűlés újraválasztott elnöke kiemelte a 2027-ig tartó uniós fejlesztési ciklust, amelyben az integrált területi program Hajdú-Bihar jövőbeni fejlődésének kulcsa. Egy olyan jövőálló vármegyét terveztünk, amely magas hozzáadott értékű gazdasággal rendelkezik, amely társadalma és környezete irányában felelős, és egyben elhivatott természeti és kulturális értékeinek megőrzésében, ugyanakkor innovatív kezdeményezésekre, a térségi együttműködésekre nyitott. A vármegyei közgyűlés alakuló ülésén alelnökké választották Bulcsú Lászlót, valamint döntöttek a képviselők a testület 3 állandó bizottságának tagjairól is.